Fiatalság bolondság, tartja a mondás. Valószínű, ifjúkorában mindenki követett el meggondolatlanságokat, amelyeknek akár rossz vége is lehetett volna. Időről időre például Szegeden volt már arra példa, hogy fiatalok jó hecnek tartották azt, hogy a Tiszába ugorjanak a Belvárosi vagy a Bertalan hídról. Azonban bolondozás és poénkodás ide vagy oda van, amivel nem szabad játszani. Tipikusan ilyen a hidakról való ugrálás. Hogy miért is, arról Molnár Jánossal, a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat vízimentőjével beszélgettünk. Szerencsére azért annyira nem gyakori ez a hídugrás. Évente előfordul egy-kettő. Ha meg hecből is ugrik valaki, mert jó ötletnek tűnik, akkor is olyan veszélyekkel kell számolni, hogy a víz becsapódáskor gyakorlatilag egy akkora ütést kap a szervezet, és nyilván a vízállástól is függ, természetesen nyáron jönnek ezek a nagy ihletek, hogy akkor ugorjunk a hídról. Alacsonyabb a vízállás, mint egy tavaszi vagy egy őszi időszakban, amikor inkább a tavaszi nagy áradásoknál, amikor már magasabb. És ettől függ ugye, hogy milyen magasról ugrik, illetve érkezik a vízbe. Tehát a vízbecsapódás pillanata, az gyakorlatilag ott vagy eszméleténél valaki marad, vagy nem. Akkora sok hatás éri olyankor a szervezetet, hogy képes arra természetesen, hogy eszméleténél marad. Ha a továbbiakban a vízbecsapódás után ugye még van egy elég nagy sebességgel a vízben történő mélyre haladás, megint lehet ott olyan víz alatt nem látható sodorral, amit a Tisza sodor, akár egy farönk, vagy egy nagyobb faág, vagy bármi olyan, ami éppen még lebeg, nem lent az alján görgül, nem akad föl, hanem víz közt egy olyan természeti akadály is lehet bármi, amiben, hogyha beleugrik, akkor attól lehet törése, vagy akkor lehet akár, hogyha olyan alacsony a vízállás, és nem konkrétan erről a hídről van szó, hogyha a szélénél ugrik, hogy belefúródik például a mederbe, a lába bele megy a iszabba, az még a jobbik eset, de hogyha homokba, onnan később bírja húzni a lábát. De ha már ekkora sebességgel érkezik, akkor valószínűleg már valami törés is lesz, és megint csak jön a baj. Tehát itt több olyan dolog is van, ami a katasztrófát sajnos elő tudja idézni. Minden hídnál nem tudunk ott lenni. Igazából nem is vagyunk erre hivatottak, hogy mi lessük a hídugrókat. Természetesen a legnagyobb sebességgel, a leggyorsabb reakcióidőkkel tudunk mi is a helyszínre érkezni. Na most egy hirtelen ötlet a híd tetején, mi lenne, ha leugornék? Oké, de már ugrik is, ez körülbelül 10 másodperc. Most az ötlettől a vízbe csapódásig 10 másodperc eltelt. Onnantól kezdve vagy följött, vagy nem jött föl. Ha följött, akkor nagy szerencséje van, ha nem jött föl, akkor meg természetesen nincs szerencséje, de onnantól kezdve, ha mi megkapjuk a riasztást, és már a vízbeesés után egy 10 perccel érkezünk, ha nem jött föl, gyakorlatilag semmi esély. Olyanról hallottunk már, hogy pont konkrétan itt alaposan egy baráti társaság egyik tagja még ügyekezett, hogy hozzájuk eljöjjön, és a hídon gyalogosan jött el Szeged irányából, és hát ő úgy gondolta, hogy nem fogja megkerülni, hogy lemegy a híd végéig, és utána majd gyalogosan jön vissza. Gondolt egyet, hogy akkor beleugrik a vízbe és kiúszik. Neki szerencséje volt, és ezt meg tudta csinálni. Itt tényleg szerencse, és semmi más. Gyakorlatilag az, hogy valaki tud úszni, az még nem indokolja azt, hogy szerencsésen ki is tud jönni a partra.